Reklámpólós egyetemisták, kíváncsi középiskolások, ma nyílt meg a főiskolák és egyetemek bemutatkozó eseménye, a háromnapos edukáció kiállítás. Igaz, hiába szeretne, nem minden középiskolás diák vehet részt rajta. Van olyan vidéki iskola, ahol azért nem engedik fel holnap a diákokat, nehogy utána csatlakozzanak a szintén holnap délutáni diák tüntetéshez. Legalábbis ezt állítja a tiltakozás főszervezője. Hát mondjuk a legdurvább az Zalaegerszegen volt, ahogy az egyik gimnáziumban azt mondták, hogy az edukáció kiállításra sem szabad elmenni, mert hogy aki aznap 19-én hiányzik az iskolából, az igazgatói intőt kap. Gyetvai Viktor szerint olyan jelzést is kaptak egy vidéki iskolából, hogy kirúgással fenyegetik a diákokat, ha részt vesznek a holnapi demonstráción. A főszervező szándékosan nem árulja el az iskolák nevét, azt mondja azért, nehogy hátrány érje a diákokat, akik jeleztek neki. Az esetekről kérdeztük az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterhelyettesét is, miután megnyitotta az edukáció kiállítást. Nem tudok semmi ilyenről, nyilván ez egy szabad ország, aki demonstrálni akar, az demonstrál, aki nem akar demonstrálni, nem demonstrál, egyik irányban sem kell senki represziót gyakorolni. A Társaság a Szabadságjogokért Egyesület a diák tüntetéssel kapcsolatban külön kiskátét is készített. Itt pontról pontra veszik, mi történik, ha valaki részt vesz a tüntetésen. Azt írják, a tüntetés a véleménynyilvánítás egy formája, ami az alaptörvényben garantált alapjog, és ez nem köthető életkorhoz vagy egyéb státuszhoz. Azt írják, így sem az osztályfőnök, sem az iskolaigazgató nem tilthatja meg a diákoknak, hogy részt vegyenek a demonstráción, és listát sem készíthetnek a tiltakozó tanulókról. Azt írják, idézem, ha valaki megosztja a véleményét, akkor sem kerülhet bele semmiféle olyan nyilvántartásba, amihez kifejezetten nem járult hozzá. A diákok a demonstrációra meghívták Balogh Zoltánt, az Emberi Erőforrások miniszterét is. Rétvári Bence erre úgy reagált, ők pedig már korábban meghívták a diákokat a köznevelési kerekasztalra, hogy egyeztessenek a problémáikról. Már többször átvettük a diákoknak a követeléseit az elmúlt években, meg is válaszoltuk ezeket a követeléseket, el is ismerték, hogy ezt meg is kapták ezeket a válaszokat. Ilyen volt a túlterheltség problémája. A miniszterhelyettes szerint éppen ezért vezették be, hogy az iskolák 20%-ban eltérhessenek a tananyagtól.